A fejlesztésről a város polgármesterével közösen számoltak be a nyertes cégek képviselői és az ipari park vezetése. Dr. Cserpalkovics András polgármester szerint Székesfehérvár nélkül nincs magyar gazdaság, a fenntartható városfejlesztés alapja pedig a gazdaság fejlődése. Ha Fehérvár ipar fejlődik, munkahelyek jönnek létre, ott egzisztenciák biztosítódnak családok számára, ezek a cégek helyi adót fizetnek, ezekből helyben fejlesztéseket lehet megvalósítani, infrastruktúrális fejlesztéseket, föl lehet tartani kultúrát, oktatás, sportot. A város önkormányzata is tulajdonos az 1993-ban alapított albaipari zónában. Dr. Tóth Ferenc ügyvezető most arról számolt be, hogy az ipari park pályázatot nyert az új szétsényi terv keretében, melyel megkezdődhet a negyedik ütem infrastruktúrájának kialakítása. Ebben utat építünk, víz, szenny, víz, csatorna, közvilágítás, valamint a harmadik ütemben lévő utaknak a felújítása is benne van, járdaépítés, buszöbölépítés. Többen jelen még bérelt telephelyüket váltják most saját csarnokra. Új telephelyet szerettünk volna, jelen pillanatban egy bérleményben vagyunk az Ikarusz Ipari Parkban, és a saját csarnokban bővülési lehetőséget látunk a későbbiekben is. Jelen pillanatban elmondhatom, hogy pont tegnapi nappal adtuk be az újabb fejlesztésünket a még meg sem épülő csarnokunkhoz, tehát már fejlesztési terveink, további fejlesztési terveink vannak. 7 cég nyert közel 50%-os támogatást telephelyfejlesztéshez, illetve innovációs célokra. Ez 2,5 milliárd forint összértékű fejlesztés megvalósítását teszi lehetővé 1,1 milliárd forintos pályázati forrással.